Alakul a megállapodás a demokratikus ellenzék erői között március 15-e közös megünnepléséről. Az Együtt 2014 választói mozgalom már hozzákezdett a szervezéshez. Eddig egyedül Schiffer András, az LMP országgyűlési képviselője nyilatkozott szkeptikusan a kezdeményezésről. A Milla megemlékezése tavaly március 15-én. Idén közös ellenzéki demonstrációt szeretnének. Kónya Péter, a Haza és Haladás, a Milla Egyesület és a Szolidaritás alkotta választói mozgalom nevében már megkezdte az egyeztetést a közös demonstrációról. Arra törekszik, hogy érdeksérelmek nélkül sikerüljön tető alá hozni a kezdeményezést. Mi abban bízunk az Együtt 2014-ben, hogy amellett, hogy a politikai pártok, civil szervezetek önállóan is megtartják a megemlékezéseiket március 15-én, de sor kerülhet egy olyan momentumra, amikor azok a demokratikus erők, legyenek ezek civil szervezetek, politikai pártok vagy politikai szervezetek, vagy éppen párthoz nem kötődő magánszemélyek, azok valamilyen egy helyszínen, egy időpontban is ki tudják fejezni akaratukat, mind a március 15-e megünneplésével kapcsolatban, mind pedig az Orbán kormány kritikájával kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc a tegnapi évértékelő beszédében is megfontolásra ajánlotta, hogy március 15-én közösen vonuljon utcára a demokratikus ellenzék. Muszáj lenne megfontolni, mondom megfontolni, hogy március 15-ét a demokratikus ellenzéki sokaság közös erődemonstrációjává tesszük. Muszáj lenne. Az MSZP nyitottan várja a megkeresést. Minden megyeszékhelyen, minden nagyobb városban rendszeresen 21-nehány éve megemlékezünk március 15-éről és ünneplünk március 15-én, és ugyanígy ezt várjuk szerintem a többi demokratikus szervezettől is, hogy ők is jelenjenek meg mindenhol, és hogyha van Budapesten egy ilyen közös ünneplés március 15-én, ahol a demokratikus ellenzéki pártok együtt ünnepelnek, együtt demonstrálnak, akkor természetesen ott leszünk, az MSZP megjelenik és részt vesz ezen a programon. Schiffer András nem ennyire nyitott. Az egyenes beszédben azt mondta, nem szereti, ha a nemzeti ünnepek pártpolitikai megmozdulásokká válnak. Én nagyon régóta bőven pártpolitizálási életem előtt visszajogtam attól, hogy a nemzeti ünnepek ilyen pártpolitikai ünnepségekké vagy tüntetésekké menjenek át. Majd az LMP választmánya dönteni fog szerintem holnap. Meglátjuk. Én nekem nagyon rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Azt is hozzátette, nem hisz abban, hogy az ilyen akciók képesek befolyásolni az Orbán kormány jövőjét. Schiffer András úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnök csak az erőből ért. Ezért azoknak a magyar embereknek kellene végre felemelni a fejüket és utcára vonulniuk, akiket ez a rendszer kifosztott, és már semmiük sem maradt.